250 iskolás énekelte a Csini Baba filmzenéjéből kiragadott népszerű részletet élőzenekari kísérettel a Zene Világnapján Pécsen. A PTE egyes számú gyakorló általános iskolájának felső tagozatos tanulói egész szeptemberben készültek a flashmobbal, hogy rendhagyó módon ünnepelhessenek, és hogy mit jelent a zene egy mai tizenévesnek. Én 8. osztályos vagyok, és a zene az egyik legfontosabb dolog az életemben, ugyanis 3. korom óta zongorázok. És azóta is ez az egyik legfontosabb dolog. A zongorázás mindig megnyugtat, pihentet, és ezzel ki tudom fejezni az érzéseimet. Én mindenféle stílusú zenét szeretek, pörgőset, könnyebbet, komoly zenét, mindent. Nagyon tetszett nekem most ez a kis műsor. Régóta készülünk már rá, gyakoroljuk a dalokat, és szerintem nagyon jól sikerült. A filmzenére Sóbert Tamás és Rébék Nagy András énekzene szakos tanárok készítették fel a 250 felső tagozatos gyereket, a szöveget pedig aktualizálták. A pandémia nagyon keresztül húzta a számításainkat, és akkor úgy gondoltuk, hogy a pandémia egy ilyen tagolást jelent az életünkben, és teljesen másképpen a mai ifjúsághoz alkalmazkodva, mai kornak megfelelően igyekeztünk összeállítani a programot, és aktualizáltuk a Csini Baba című filmből az Évele Boldogant úgy, hogy énekelj boldogan, hogy erre biztassuk az iskolának a tanuló ifjúságát, és ezt próbáltuk meg a mai keretek közé tenni úgy, hogy előtte egy méltó Bach muzsikára történt egy megemlékezés, és akkor utána pedig a gyerekek örömére, hogy megéljék a zenének a hatását, és megéljék ezt az érzést, hogy a közös éneklés mennyire hatással van ránk, és azt gondolom, hogy a felvételekből is egyértelműen látszik, hogy a gyerekeknek ez egy pszichés, hogy mondjam, egy kis... és gyakorlatilag egy megkönnyebbülés, így kezdeni egy napot, azt gondolom, egy évbe egyszer megéri. Rébék Nagy András a másik énekzene szakos tanár. Ő a fiatal generációt képviseli a zenei oktatásban. Az első ilyen alkalom az tavaly volt, akkor a Pál utcai fiúkból a Mi vagyunk a Grund című dalt énekeltük, valamint akkor még énekeltünk népdalokat is. Most ugye azóta történt meg az előző években a pandémia, meg a bezártság, meg a minden, ezért úgy gondoltuk a kollégámmal, hogy ebben az évben kizárólag könnyű zenét fogunk énekelni, és az elején egy kis komoly zenei aláfestés lesz. Mindig azt mondjuk a gyerekeknek, meg én is azt szoktam mondani neki, hogy mindenféle zenei korsz, tehát minden evőnek kell lenni, ezért az értékes és a kevésbé értékes zenek közül kell az értékeset választani, és erre neveljük és oktatjuk őket az énekórákon, úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy ez a könnyű zene nagyon kell a léleknek. Azon gondolkodtam előtte, hogy ha lenne egy kis táncos bemelegítés, akkor lehet, hogy a maga a dal is, hát nem jobban, hanem úgy sikerül itt reggeli órákban itt a 3-4-8 és 8 között, hogy ki tudjuk maximalizálni tudjuk annak a kiválóságát. Az iskolában hagyománya van már a Zene Világnapjának megünneplésében. Az iskola vezetése minden újdonságot támogat. Nekünk szerencsére nagyon kreatív és innovatív kollégáink vannak, mi nagyon örülünk minden kezdeményezésnek, így ennek is. Tavaly, ahogy kollégáim elmondták, tavaly volt az első ilyen flashmob a Zenei Világnap alkalmából, akkor egy picit több volt benne a komoly zene, a népzene, most pedig a közös élmény miatt azt gondolták a kollégáim, és mi örömmel fogadtuk, és örömmel vettünk magunk is részt benne, hogy jó lesz az a könnyű zene. És ha figyelték a szöveget, az énekelj boldogan szöveg hangzott el,
el, és szerintem az arcokon látszott is, hogy boldogan énekeltek a gyerekeink. Nagyon fontosnak tartjuk a minden területen történő harmonikus fejlesztését a gyerekeknek. Hiszünk abban, hogy a művészeteknek nevelő erejük van, így nagyon népszerű a kézműves, a grafika szakkörünk, a dráma szakkörünk, ott is produkciók készülnek, és ahogy említették a kollégáim, az elmúlt évek korlátozásai miatt az ének egy kicsit háttérbe szorult. Nem volt, nem lehetett, nem volt szabad énekelni, nem volt szabad énekkaron több osztályból érkező gyerekeket egy térbe foglalkoztatni. Így most, hogy kicsit felszabadultunk a járvány miatti korlátozás alól, most újraépítjük a kórust, és nagyon fontosnak tartjuk a művészet nevelő erejét. A hagyományos ünneplés keretén belül a flashmobot is előadták, amellyel a tavaly elkezdett új hagyományt tovább szeretnék vinni.